Szia, Aliz vagyok a nordfonal.hu oldalról. Ebben a videóban megmutatom neked, hogy közd meg ezt a balaklava sapkát. Most ezt a fehéret fogjuk elkészíteni. Szükség lesz hozzá 2 gombolyag drops lima fonalra, és 1 gombolyag drops kiciekre. Én a limából a 90-25-ös kréta színt használtam, a kiciekből pedig a 38-as krétát. De hogyha szeretnéd, akkor drops R fonalból is megkötheted. A drops R-ből majd 2 gombolyagra lesz szükség. A kötéspróba, ez a mintasor adja a kötéspróbánkat, ami úgy néz ki, hogy 10 cm-en 20 szemnek kell lennie. És ez a mintasor nagyon egyszerű, 2 sorból áll. A színe oldalon mindig simát kötünk, minden szemet simán, a háta oldalon pedig 2 fordított, 2 sima. 2 fordított, 2 sima. És ezt a 2 sort ismételjük az egész sapkán keresztül a passzé részekig. A sapkát úgy fogjuk majd elkezdeni kötni, hogy felszedjük itt a homlok részen a szemeket, kötünk egy ilyen hosszú csíkot, és itt a végén nem fogjuk el a szemeket lekötni, hanem az elejéről elkezdjük felvenni itt az oldalán végig a szemeket, utána folytatjuk a kötést, és a másik oldalon is felszedjük. És onnantól kezdve így haladunk oda-vissza a kötéssel, amíg el nem érünk az áll részig, és utána itt az áll részen felszedjük ezeket a szemeket, ahol ezután majd vékonyabb tűre váltunk, és megkötjük a nyakrészt, ami egy sima, egy fordított bordás minta, és a végén egy Italian bind-off-fal fogjuk elvarni. Ha ezzel készen vagyunk, az arc részen is felszedjük a szemeket a vékonyabb tűvel, ott is egy sima, egy fordítottat kötünk, és szintén Italian bind-off-fal fogjuk elvarni. Szükség lesz majd 3,5 mm-es, minél hosszabb körkötő tűre, lehet 80, de akár 100 cm is. Ez azért kell, hogy amikor már felszedtük itt a szemeket a szélén, akkor nagyon nehéz lenne egy egyenes tűvel kötni, mert nagyon ki kéne feszülnie az anyagnak. Úgyhogy azt fogjuk csinálni, hogy a damiból egy hurkot rakunk az egyik sarkába, és úgy kötjük oda-vissza egészen addig, amíg elég kényelmes lesz ahhoz, hogy ne kelljen a hurok, és már simán oda-vissza tudjuk kötni. Én majd zoknitűvel kezdem el az elejét, mert nekem itt kényelmesebb lesz, de hogyha nincs zoknitűd, nyugodtan használhatod a damilos tűt is hozzá már az elejétől kezdve. És hogyha elérkezünk a nyakrészhez, ezt a bordás mintát pedig 3 mm-es tűvel fogjuk kötni, ami 40 cm hosszú. Én először fémtűvel kezdtem el, de a kicsik az annyira csúszott rajta, hogy muszáj volt az alumínium tűre váltanom. De hogyha R-ből kötöd, akkor a fémtű is tökéletes lesz, mert azon nem fog annyira csúszkálni. És ugyanezzel a tűvel szedjük fel itt az arc részen a passzét, és ezzel kötjük meg. Szükség lesz majd egy szemjelölőre a körben kötéshez, és majd kelleni fog még egy más színű szemjelölő az Italian bind-offhoz. Kelleni fog majd még merkelőtű és egy olló. Kezdésnek felszenünk 20 szemet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 és 20. Az első sorunk az a hátoldala, vagyis a belső oldala lesz majd a munkának, ami úgy fog kinézni, hogy 3 fordított, utána 2 sima, 2 fordított, 2 sima, 2 fordított, az utolsó 3 szemig, ahol szintén 3 fordítottat fogunk csinálni. Ezt azért kell, mert ugye a színe oldalon a fordított majd sima szem lesz, tehát itt a szélén, ugye itt van ez a 2 sima szem, és itt lesz majd a harmadik is, az azért kell, mert abba fogjuk majd beleszórni ezeket az új szemeket. Tehát ezzel fogjuk majd fölvenni az új szemeket.
Úgyhogy most elkezdjük. Három fordította. Egy, kettő, három. És mostantól kettő sima, kettő fordított az utolsó három szemig. Kettő sima, kettő fordított, kettő sima, kettő fordított, kettő sima, és most jön három fordított. Egy, kettő, és három. Most jön a színe oldal, ami mindig sima kötés lesz végig, kivéve az első szem, amit majd mindig átemelünk. Mostantól az első szemet mindig átemeljük. Tehát átemeljük, és mostantól sima lesz végig. Arra figyeljünk, hogy most már a sima szemeknek és a fordított szemeknek máshogy áll a száruk. Figyeljünk oda, nehogy megcsavarjuk a szemeket. Jó. Most ismét a hátoldal jön, ami ugyanaz lesz, hogy egyet átemelünk, ez majd egy simának számít, úgyhogy most kettő fordított, kettő sima, kettő fordított, kettő sima. És az utolsó három szemünk, az mind fordított. És ismét a színe oldal jön. Ezt a két sort ismételjük 27-szer összesen. Hogyha 27-szer megkötöttük ezt a két mintasort, akkor most még egyszer meg kell kötnünk az első sorát. Tehát egyet átemelünk, onnantól kezdve kettő fordított, kettő sima, és az utolsó három szem az mind fordított. Jó. Most lesz az, hogy el kell vágnunk a fonalat, mert most kezdjük el majd innen a széléről felszedni a szemeket, utána itt folytatjuk a kötést, és utána erről a széléről is felszedjük a szemeket. És összesen 28 szemet kell majd felszednünk, úgy, hogy ez a kettő sima kötés itt megmaradjon a bordás mintának, mert ugye utána itt van ez a harmadik szélszem, majd ide fogjuk mindig beleszúrni a tűt és fölvenni a fonalat, az új szemeket. És ehhez kell a körkötőtű. És az a jó, hogyha minél hosszabb a damil, mert majd kis hurkot kell csinálnunk bele, hogy szépen meg tudjuk itt kötni, mert nagyon feszülne különben az egész anyagunk.
Az a lényeg, hogy a kettő sima, az megmaradjon. Úgyhogy megkeressük az első szemet. Egy, kettő, három, négy, öt. Tehát itt marad ez a kettő sima sor. Megvan a 28 szem. És most ezt elkezdjük simán kötni. Ha leketettük, akkor a másik széléről is elkezdjük fölvenni a 28 szemet, figyelve arra, hogy ez a kettő sima sor megmaradjon. Megmaradt a két sima sor mind a két oldalon. És most megint a hátoldalon vagyunk, és folytatjuk a kötést. Ugyanez lesz az mind a két mintasorunk, ami az előbb, hogy az első szemet átemeljük, aztán kettő fordított, és utána kettő sima, kettő fordított, kettő sima, kettő fordított. Tehát kettő fordított, kettő sima lesz az utolsó három szemig. Eljutottunk az utolsó három szemhez, ami fordított. Ugyanúgy, ahogy elkezdtük. Most jön a színe oldalunk, ami pedig sima kötés lesz végig. És ugyanúgy, ahogy itt a szélén csináltuk a harmadik szélszemet, most szépen így lefelé indul el ez a harmadik szélszem. Ahhoz fogjuk, az azért kell, mert arra veszük majd föl a bordás mintát a sapka elején. Szóval folytatjuk ezt a két mintasort. Most már elég sokat kötöttem a két mintasorunkból, és amikor már elég laza volt itt, elég nagy volt az első része, és elég laza volt ahhoz, hogy ne kelljen hurkot csinálni a damiból, akkor már így áthúztam, és simán oda-vissza kötöttem, úgy már könnyebb volt, és gyorsabban haladta. Addig kell kötni, amíg innen a felszedett szemektől, hát nagyjából olyan 23 centis lesz az egész.
Tehát a színe oldalon dolgozunk, tehát a végig sima. Folytatjuk a kötést, itt megcsináljuk a sima szemeket végig, és hogyha eljutottunk ide a másik oldalhoz, akkor itt pedig föl fogunk szedni 12 szemet, és azzal majd bezárjuk a kört, és onnantól kezdve körbe fogunk kötni tovább, és akkor indítjuk a bordás mintát, úgyhogy ehhez majd kelleni fog a 3 mm-es és 40 centis körkötőtű, hogy azt meg tudjuk csinálni. Most egyelőre ezzel megcsináljuk ezt a sima sort, és a szemeknek a felszedését. Jó, ha elérkeztünk a végéhez, akkor most felszedünk rá 12 szemet. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz, 11 és 12. És ha ez megvan, akkor most már körbe fogjuk folytatni. Miközben átváltunk a 40 centi 3 mm-es tűre. És ezzel egy időben még a bordás mintát is elkezdjük, az egy sima, egy fordított bordás mintát. Tehát egy sima, egy fordított, egy sima, egy fordított, egy sima, egy fordított. Hogyha körbeértünk és átszedtük az összes szemet a vékonyabb tűre, akkor rakjunk egy jelölőt a sor elejére. És addig kötjük ezt a bordás mintát, amíg a bordás részünk 8 cm nem lesz. Amikor készen vagyunk a 8 cm-nyi egy sima egy fordított bordás mintával, akkor fogjuk a szélét és el fogjuk varni egy Italian bindoff-fal, amiről van egy videóm, azt be is rakom ide, úgyhogy ott meg tudjátok nézni, hogy hogyan kell. Ha ezzel készen vagyunk, a következő lépés az lesz, hogy itt az arcunknak a keretét fogjuk megcsinálni, egy ugyanilyen egy sima egy fordított bordás mintával. Amikor készen vagyunk a bordás mintával, és elvartuk szépen a szélét az Italian bindoff-fal, akkor most fel fogjuk szedni itt az arcának a passzi részéhez a szemeket. Innen a nyakánál középről és a szemekbe szúrunk, és majd folytatjuk fölfelé az egy sima, egy fordított bordás mintát, és ezen a részen majdnem úgy fog kinézni, mintha ebből folytatódna. Kiválasztjuk középről az egyik sima szemet, és abba így beleszúrjuk, mintha honnan jönne majd ki. És ugyanígy a fordítottnál. Nem sikerül. Jó.
Elérkeztünk ide a széléhez, akkor nyugodtan szedhetünk még fel innen is szemet, inkább több legyen, mint kevesebb. És itt most arra kell figyelnünk, hogy ez a kettő sima sor megmaradjon, hogy a szélszembe vegyük föl, a szélszembe szúrjunk. Szóval így megmarad ez a kettő sima sor. És amikor elérkeztünk az aljához, akkor megint figyeljünk arra, hogy a szemekbe szúrjuk. És menet közben még arra kell figyelnünk, hogy mire körbeírunk, addigra páros szám jön ki, hogy az egy sima, egy fordított minta, az kijöjjön. Ha ezzel megvagyunk, teszünk egy jelölőt a sor elejére, és most kötni fogunk 8 kör, egy sima, egy fordítottat, és utána szintén elvarjuk az Italian Bind-off-al. Ez nyugodtan lehet lazán varni, ezt nem kell most megszorítani. Megkötöttem a bordás mintát, és az Italian Bind-off-al elvartam a szélét, úgyhogy készen vagyok a sapkával. Ennyi fonalam maradt a limából, ennyi pedig a kicsiekből. Ez kevésnek látszik, de valójában ebből még nagyon sok sort tudnék kötni. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkold és iratkozz fel a YouTube csatornánkra. Köszönjük, hogy megnézted!